Sziasztok, Ádám vagyok. A képen az új Sony Wyofit E modellt láthatjátok, a 15 szoros verziót, ráadásul ez az érintőképernyős modell 1360x768 pixeles felbontással, ami felett természetesen kamera is van. Ez egy érintőképernyős modell, így a kijelző a kerettel tulajdonképpen egy síkban van. Ellenben van itt egy érintőkijelző nélküli modell, és ez ugyanúgy fényes panelt kapott, azonban itt van egy kis szint különbség a két kijelzőben, illetve a keretben. Maga a ház az teljes egészében műanyag, azonban mattított. Viszonylag nagy méretű touchpadünk van, bár lehetne egy picit talán nagyobb is, és ahogy látom, nem igazán kapott külön gombot, tehát beépített gombok vannak, illetve már ez a modell is rendelkezik NFC csatlakozóval. Gombok azok itt egy picit talán kicsik, én azt mondom, lehetne egy nagyon picit nagyobb, hiszen egy 15-szoros modellről beszélünk, szigetes kialakításúak. Ha lecsukom a szépen lekerekített a felső részeit az oldalakon, illetve a megszokott Wyo logónk fémből. Ránézzünk oldalról, kettő darab USB 2.0 csatlakozónk van, valamint egy DVD írunk. Elől találhatóak a hangszórók, illetve itt van három darab visszajelző ledünk, egy SD kártyaolvasónk. Ezen az oldalon látunk egy nagyméretű hűtést, töltőcsatlakozót, RJ45-öt, HDMI-t, kettő darab USB 3 portot, valamint külön mikrofon és fejhallgató csatlakozót. Hátulra pedig igazából az akkumulátor fog kerülni. Itt látjuk, ide kerül a 6 cellás akkumulátor, ez egy Windows 8-as modell egyébként, ezt ott jelzi a jel is. Kettő darab kis ajtónk van, valószínűleg az egyik, egyik mögött talán a merevlemez, másik mögött pedig a memóriát tudjuk majd cserélni, akár házilag is feltételezem. Kinyitni egy kézzel nem igazán lehet, amint látszik, de nem is egy könnyű modell, hiszen egy 15.6-os készülékről beszélünk. Ez volt tehát a Sony Wyofit 15E készülék. Ádám voltam, kövessetek minket továbbra is, sziasztok!